lehet, hogy ezt a taktikát fogjuk alkalmazni, hogy először leúszok egy 100 gyorsat, aztán egy órára rá még egyet. Úgy voltam vele, hogy 18 óta ott vagyok az összes döntőben, 50-es medencében, úgyhogy ezt semmiképpen nem adhattam oda, főleg itthon. Milyen érzés volt egyébként ezt tényleg így kétszer leúszni, tényleg egy órán belül? Egyszer már úsztam 18-ba, csak akkor 200 gyorsan, és ott is sikerült járni, úgyhogy eddig 100%-os mérlegem van. De nagyon jól tudtam regenerálódni, tényleg fejbe ott voltam. Talán ez inkább ilyen fájparba volt, mint a vízben. Nyilván a vízbe is oda kellett tenni magam, de úgy éreztem, hogy egy kicsit előnyben vagyok már a szárazföldön is. Őszintén nem számítottam. Úgy voltam vele, hogy tudom, hogy milyen ez a szétúszás. Vele kell menni és a végén leverni, de hát az első 50-en elmentem vele, és éreztem az erőt, meg a közönség az, ami hihetetlen, úgyhogy muszáj volt a méterek, utolsó méterig nyomni.